mindenkit, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött erre a rendezvényre. És ezúton üdvözlünk mindenkit, aki az országban és a világban most jelen pillanatban lélekben velünk van. Nagyon sok üzenetet kaptunk arról, hogy szeretnének itt lenni, de nem tudtak eljönni, és ezáltal küldjük mi is hozzájuk a gondolatainkat. Tavaly volt egy hagyományteremtő rendezvényünk, ami igen nagy sikerre tett szert, ezért úgy gondoltuk Bettivel, hogy ezt ebben az évben hagyományápolás szempontjából folytatjuk. A napi program gyakorlatilag maradt egy-két tavalyról meghatározó személyiség, Galsi Zoltán, Török Szent Miklós helytörténeti gurúja, illetve az országosan is ismert miklósi néptánc együttesek fognak várhatóan ugyanolyan fergeteges műsort előadni, mint a tavalyi év során. Egy pár újdonságot is belecsempésztünk ebbe a mai napba. Fel fogjuk avatni Tali Zsoltné ötlete alapján a miklósiak életfáját. A háttérben fogjuk majd megtalálni. A leveleket Kecső Tibor Kovács mesterünk készíti, ezt meg lehet nála vásárolni, és majd föl fogjuk tenni a fára. A Borostyán uromdíszének a pályázatára igen sok pályázat érkezett, ezt kiválasztottuk, és ezt most jelen pillanatban Tibi éppen készíti a háttérben. Ott Kovács bemutató is van, úgyhogy mindenki nézegesse meg, ki is próbálhatja, hogy lehet a vasat ütögetni. A kézműveskedéssel várják a gyerekeket, és a felnőtteket is kifejezetten mondták, hogy mondjam be, hogy varni ők is tudnak, tehát várják a sátorban a gyerekeket kézműveskedésre. A háttérben a Török Szent Miklósi bőrdíszmű mesterünk Ertóth Zoltán csodálatos termékei vannak, azokat is meg lehet vásárolni, és megfogdosni és megnézegetni, meg lefényképezni, aztán tovább vinni a hírét. Könyvvásár is folyik, helytörténeti könyvek és Ajtrik József városunkból elszámazott íróköltőnek a könyveit lehet megvásárolni. A DJ pultnál Vonaimi szolgáltatja a talpalávalót, majd pedig az este folyamán mulatozni fogunk Szász Zoli zenéjére, és még egy tábortűz sem fog kimaradni. Mit hagytam ki? Nem tudom, mielőtt átadnám a szót Bettinek, mert még valamit is mondani akarsz. El kell mondanom, hogy ebben az évben a szervezésnek az oroszlán részét Betty folytatta le, mert sajnos elég sok elfoglaltságom miatt nem tudtam ebben annyira részt venni, úgyhogy rengeteg energiát fordított arra, hogy ezt megszervezze, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki nevében én ezt megköszönhetem neki. Köszönjük, Betty! És akkor még azt beszéltem, hogy sokan mindenkinek nem köszönünk meg mindent, mert tavaly megköszöntünk mindenkinek mindent, de azért Bertőleinek köszönjük, hogy a Borostyánt újra a rendelkezésünkre bocsátotta, és mindenkinek, aki bármit tett ahhoz, hogy ez a mai nap létrejöjjön, önzetlenül, csak a segítőkészségét és csak saját magát adva, köszönjük szépen. Érezzétek jól magatokat, Betty, a szó! Ilyenkor átadja nekem, amikor már végképp nincs mit mondani. Ugyanis mindent elbeszélt helyettem, de ettől függetlenül én inkább akkor azt mondanám el, hogy nem maradt semmi a számomra, kvázi, hogy én azt gondolom, hogy úgy saját magunknak is megköszönhetjük azt mindenki kiki magának, hogy eljött, hiszen mi vagyunk azok egytől egyik, akik nyitottak vagyunk arra, hogy történjenek jó dolgok velünk. Hogy legyen mire emlékezni adott esetben a szürke hétköznapokban, vagy ha az életnevű dolog térdre kényszerít bennünket, akkor is legyen miből töltekeznünk. Talán azt gondolom, hogy mi egy picit másképp látjuk, egy másik nézőpontból is látjuk a világot. Abban önmagunkat és Török Szent Miklóst, a szülővárosunkat. Erről eszembe jutott egy történet, ezt meghoztam veletek a nézőpontról. Nem tudok beszélni, igen. Az apukámmal is velem történt meg. Nagy erdőn sétáltunk, ősz volt, falevelek hullottak, olyan melankolikus hangulatunk volt akkor, és apukám, nem szóltunk nagyon, nem beszélgettünk,
De egyszer csak megáll, fejéhez nyúl, megsimogatja a haját, félig nekem, félig a nagyvilágban mondva, hogy hova tűnt az én dús hajam. Én meglepődtem, mert azt hittem, hogy tudja, hogy már annyira nincs sok neki. De aztán ránéztem, és azt mondtam apukámnak, hogy apukám, hagyjad már, hát szép arcnak kell a hely. Hát hol itt a probléma? Tehát ez csak a nézőpont kedvéért mondtam el ezt a kis történetet, hogy ugye azóta boldog egyébként, rá kell nézni, hogy kopaszodik. Nincs itt baj. Egy boldog ember. Tehát ez csak a nézőpont kedvéért mondtam el, hogy ugye, hogy mennyivel másabb. Így már ez a történet, hogy nem kell annyira szomorkodni. Tehát ez csak itt valamennyien, akik most még egyelőre eljöttünk, de valószínűleg még leszünk többen is, legalábbis mindenkit várunk sok-sok szeretettel, hogy mi egy picit másképp látjuk. Nekünk a szívünk csücske, ez Törökszent Miklós. Mi akarunk együtt lenni, mi akarunk olyan emlékeket még magunknak, a meglévőeken kívül, amit később mi is elmesélhetünk, majd kiírjuk a Facebookra, hogy ej, amikor a Marostyámba emlékeztek. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, akivel nem tegeződök az is, önök is érezzék jól magukat. Nagy bulit szeretni. És megjött Berta János is, akinek köszönjük, hogy helyet biztosított. Nekünk annyira jól, nem tudtam, mivel fejezzem be. Átadom a mikrofon, mert akarjam. Kezdi csókolom, jó napot kívánok, sziasztok! Elnézést kérek, egy picit sajnos ezzel a rendezvényel párhuzamosan van egy másik rendezvényünk, a Vogelnotnál van egy családi nap, ahol 300 főt kell kiszolgálnunk étellel, itallal. Hál' Istennek dolgozunk, 2 óra 48 perc óta dolgozunk, úgyhogy holnap reggelig, nem probléma ez. Én annyit szeretnék csak mondani, a Boros Jámborozó vezetősége és a családom nevében szeretettel köszöntöm az itt megjelent kedves vendéget, és mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte egy mai napi rendezvényt. Én kívánok mindenkinek jó szórakozás, jó kikapcsolódás, azt hiszem, hogy itt a kedves hölgyek készültek nagyon szívvel, lélekkel, talán már januárban elkezdték ezt szervezni. Hát én úgy gondolom, hogy biztos meg is lesz a érdeme vagy értéke. Hát mindig majd gyűlni fognak biztos, mert azért sokan még úgy vannak, hogy ezt a meleg időt kihasználják a strandon, de itt azért este magasságában, amikor már a kedves feleségem és segítői van egy igazi jó babgulyásra, valamint 5 óra magasságában, úgy hallottam, lesz itt egy érdekes dolog. De hát ez nem, majd később, nem menjünk ennyire a dolgok elébe, úgyhogy én még egyszer mindenkinek kívánok jó szórakozást, jó kikapcsolódást, és remélem én is ide jutok a mikorára kell. Köszi! Legalább bulizni! Ezáltal rendezünk, köszönöm! Ez fontos, hogy lesz még erejét!